Egyre kevesebben kapják el a koronavírust, és egyre több a gyógyult, a hónap végére érheti el a csúcsot a fertőzöttek száma. Itthon tovább nőtt az influenza-szerű megbetegedések száma, a járvány még nem érte el a tetőpontját. Kidőlt fák, leszakadt vezetékek és áramszünet sok helyen okozott károkat a vihar, még ma is több helyen dolgoztak a tűzoltók. 70 millió forintos drogfogás fóton egy Hollandiában élő bevándorló hátterű férfit tartóztattak le. Ez a Híradó fél nyolckor az M1-en, Gyukit István vagyok, jó estét kívánok! Már 1100 felett van Kínában a koronavírus halálos áldozatainak a száma, miközben napról napra egyre kevesebben vannak azok, akik elkapják a kórt. A kutatók azt állítják, hogy legkésőbb a hónap végéig eléri csúcspontját a fertőzések száma. Egyre többen gyógyulnak azonban ki a vírus okozta megbetegedésekből, ezek száma lassan eléri az 5000-et. Kitárt karral forog körbe egy férfi, hogy ruháját ellepi a fertőtlenítőszer. Egy kínai nagyvárosban olyan kapukat állítottak fel az utcán, amelyek vírusülő párát permeteznek. Az üzleti negyedben többen ki is próbálták a különleges szerkezetet, így kevesebb az esélye, hogy megfertőződnek az újfajta koronavírussal. Milliók térnek vissza a héten Kína nagyvárosaiba. Véget ért ugyanis a holdú évhez köthető munkaszünet, illetve a fertőzések miatt elrendelt kényszerszabadság. A vasútállomásokat és a repülőtereket fokozatosan ellepik a maszkos emberek. A kijáratoknál ellenőrzik az utasok testhőmérsékletét, a gyanús eseteket pedig azonnal elkülönítik. Szerintem jól kezelik a helyzetet, metróval jöttem ma munkába, többször is ellenőriztek az állomáson. A munkahelyemen is igyekeznek megelőzni a fertőzést. Kaptunk maszkokat, ellenőrzik a testhőnket, és rendszeresen fertőtlenítik az irodát, mesélte egy pekingi férfi. Egyre több cég igyekszik újraindítani a munkát, hogy csökkentsék a kényszerszünet miatt kialakult hiányt. Folyamatosan ellenőrizik a dolgozók egészségügyi állapotát, külön járműveken szállítjuk őket az építkezésre. Miután mindannyian megérkeztek, lezárjuk a területet. Egyrészt szeretnénk meggátolni a fertőzés terjedését, másrészt a munka folytatására koncentrálunk. Igyekszünk felzárkózni az ütemtervhez, jelentette ki egy építési vállalat elnök helyettese. Több nagyvállalatnál viszont még mindig nem kezdődött el a termelés. A kiesés hatását nem csak a világ második legerősebb gazdasága érzi meg, hanem érzékenyen érinti az egész világgazdaságot. A legnagyobb autógyártó cégek már drasztikus lépésre kényszerültek a január közepe óta tartó hiány miatt. A japán Nissan Motors ideglenesen szünetelti járműgyártását egyik gyárában, mert akadozik az alkatrészszállítás Kínából. A dél-koreai Hyundai és lányvállalata a Kia Motors már a múlt héten leállt. A pekingi kormány arra szólított fel, hogy ahol csak lehet, minél előbb kezdődjön meg a termelés. Sok helyen ez azért késik, mert nincs elég arcmaszk és védőöltözet a dolgozóknak. Az országban egyre kevesebb új betegnél mutatják ki az újfajta koronavírust. A járvány gócpontjában, Hubei tartományban vasárnap óta tart az új páciensek számának csökkenése. A legújabb adatok csökkenést mutatnak. Kedden már csak 2015 új esetet regisztráltunk. Ez csak nem fele az eddigi legmagasabb értéknek. A fertőzés gyanús esetek száma is alacsonyabb, mint a múlt héten. Ezzel szemben a felgyógyult betegek száma folyamatosan nő, nyilatkozta a helyi egészségügyi tanács szóvivője. Kínai és külföldi kutatók egybehangzóan azt állítják, a hónap végéig változás várható a járvány terjedésében. Egy matematikai számításokon alapuló modell szerint az ország déli részén február közepén vagy február végén éri el csúcspontját a járvány, mondta a kutató, aki az új esetek számának hirtelen visszaesését jelezte. Mint fogalmazott, ezeket a számításokat az sem befolyásolja, hogy most érnek vissza az emberek az utazásaikról, és lassan elkezdenek dolgozni. Miközben a világ aggódva figyeli, hogyan alakítja át a koronavírus járvány a kínaiak mindennapjait, bátorító üzenetet küldött Sencsai Taibox bajnok, miután együtt edzett az első kínai ketrecharcbajnokság győztesével. Huan, tartsatok ki, Kína, harcoljatok tovább, áll a sportolók videóüzenetében. Kínán kívül is több ezer ember tartanak karanténban az újfajta koronavírus miatt, többségüket hazájuk menekítette ki a fertőzés központjaként ismert Hubei tartományból. Az Egyesült Államokban már olyanok is vannak, akiknél lejárt a kéthetes megfigyelési idő. Ázsiában viszont két tengerjáró hajó utasait is karanténban tartják. Az egyiken ugyan nem mutatták még ki a fertőzést, de elővigyázatosságból nem engedik kikötni Tájföldön.
Több mint egy hete veszteg el egy tengerjáró hajó Japán partjainál. Csak nem 4000 ember várja a Yokohama kikötőjében, hogy biztonságban partra szállhasson. A hatóságok azonban karantén alá helyezték az utasokat, miután a fedélzeten az új koronavírussal fertőzött betegeket találtak. It's more challenging. Egyre nehezebb kibírni, minden nappal egyre több embernél mutatják ki a fertőzést. Persze megvan a jó oldala is. A minap 55 orvost, 45 ápolót és 30 gyógyszerészt küldtek a fedélzetre. Az utasokat nagyobb számban ellenőrzik, mesélte egy brit utas. A hajón már 175 beteget jelentettek a japán hatóságok, miután szerdán újabb 40 emberről derült ki, hogy megkapta a kort. Nem csak a tengerjáró utasai fertőződtek meg, hanem az egészségügyi csapat egyik tagja is. Amikor megérkezett a hajó a Yokohamai kikötőbe, a később karantén alá helyezett hajó, akkor ő volt abban az orvoscsoportban, aki egy kérdőívvel próbálta felderíteni, hogy ki találkozhatott az eredeti hongkongi vírushordozóval, azzal az idős férfival, aki leszállt Hongkongban a hajóról. Világszerte több ezer embert tartanak karanténban. Többségüket hazájuk menekítette ki a fertőzés központjaként ismert Hubei tartományból. Brazíliában csak nem 40 embert zártak el egy légibázison. Mindannyiukat két héten át vizsgálják folyamatosan. Először csak néhány napnak tűnt, most már hosszúnak érzem, de nyugodtak vagyunk, mert messze kerültünk a veszélyzónától. Szerintem sokkal jobb itt várakozni, mint Kínában, mesélte egy a karanténban élő nő. Az amerikai kormány eddig 800 állampolgárát hozta haza Kínából, akiket katonai bázisokon helyeztek el, Kaliforniában, Texasban és Nebraska-ban. Az elsőként hazaérkezett utasok már túl vannak a kéthetes karanténon. 14 napig voltak karanténban összesen 195-en egy Los Angeleshez közeli légibázison. Mindannyian arcmaszkjaikat két hét után levehették, sokan a magasba dobták azokat, örültek, hogy hazatérhetnek otthonaiba. Az egészségügyi hatóságok szerint egyikőjük sem jelent egészségügyi kockázatot. Legutóbb a San Diego-i légibázisra érkeztek utasok Wuhanból, közülük többeknél megjelentek a kór tünetei. Végül egy nőnél bizonyították a betegséget, így már több mint egy tucatnyi fertőzöttről tudnak az Egyesült Államokban. Kínán kívül több mint 450 betegnél mutatták ki eddig az újfajta koronavírust. Közülük ketten életüket vesztették, azonban néhányan már gyógyultan hagyták el a kórházat. Legutóbb Dél-Koreában nyerte vissza egészségét egy 38 éves férfi, aki még január végén fertőződött meg. Itthon közben tovább nőtt az influenza-szerű megbetegedések száma. A múlt héten mintegy 35 ezeren mentek orvoshoz, de még nem érte el a csúcsát a járvány. A vírus főként a gyerekeket támadja meg. Veszprém és Szabolcs-Szatmár-Berek kivételével minden megyében teljes vagy részleges látogatási tilalom van a kórházakban. Fertőtlenítik a kilincseket, a korlátokat és a folyosókat a takarítók a nyíregyházi Bem József általános iskolában, a gyerekek pedig alaposan megmossák a kezüket, hogy ne kapják el az influenzát. Tavaly voltam influenzás, de ebbe az évben még nem. Sokat szoktam kezet mosni, az osztályteremben meg sokat szellőztetünk. Hetek óta sok a hiányzó, és nem csak diákok, tanárok is, ezért a szokásosnál jobban odafigyelnek a higiéniára, és megkérték a szülőket is, hogy betegen ne küldjék iskolába a gyerekeket. Még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, nyilván a gyerekek figyelmét is felhívjuk, hogy vitaminokat szedjenek, sokat legyenek a friss levegőn, szellőztetünk a tantermekben, és reméljük, hogy meg tudjuk előzni a nagyobb fertőzést. Folyamatosan hozzák a szülők a gyerekeket ebbe az zalaegerszegi rendelőbe. Minden második beteg influenzás, de van, aki még kéri az oltást, ennek a kisfiúnak most adták be. Kezdjük az ovit, aztán hát ugye az tudni illik, hogyha valaki közösségben megy, akkor mindig beteg. Ugye legelőször ott kapják el jobban a betegséget, úgyhogy hát reméljük, hogy a bende nem fogja. Ezért is gondoltuk, hogy beadatjuk az oltást neki. Az orvos szerint még nem késő beadatni az influenza elleni oltást, a védettség kialakulása két hét, de a szövődmények csak ezzel előzhetők meg. A szövődmények számát tudjuk csökkenteni, gondolok itt a tüdőgyulladásra, vagy egyéb keringési betegségben szenvedő betegeknél pedig az ilyen jellegű szövődményeknek a számát tudjuk csökkenteni.
az influenza rohamos terjedése miatt sorra rendelnek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat a kórházakban. Veszprém és Szabolcs-Szatmárberek kivételével minden megyében bevezettek korlátozásokat. Országosan járvány van, egy hét alatt mintegy 35 ezeren betegedtek meg, főként gyerekek. A legtöbben Pest, Komárom, Esztergom, Heves és Győr-Moson-Sopron megyében. Mindhárom típusa jelen van a vírusnak, de a leggyakoribb az influenza A, azon belül pedig a 2009-es járványt okozó H1N1 törzs. Az előző héthez hasonlóan az óvodáskorúak és az iskoláskorúak betegedtek meg leggyakrabban. Ezt talán úgy lehetne legjobban szemléltetni, hogyha azt mondjuk, hogy a 100 ezer azonos korú korcsoportban a 3-5 éveseknél 1000 fő, a 6-14 éveseknél pedig 821 fő kereste fel orvosát influenza-szerű tünetekkel, ez kétszerese, háromszorosa az országos átlagnak. Az influenza az egyik leggyakoribb megbetegedés Magyarországon, évente több százezren kapják el. Az idei járvány a szakemberek szerint még hetekig tart. Még ma is sok helyen dolgoztak a tűzoltók a viharkárok felszámolásán. Az elmúlt két napban több mint 750 riasztást kaptak. A Bács-Kiskun megyei Csépán egy 15 méteres fenyőfa hasadt ketté és dőlt rá több épületre. Az egyik ház emiatt lakhatatlanná vált. A településen a tűzoltók még ma is fákat távolítottak el és a tetőket biztosították. Orosházán a vásárcsarnok, Gyulán és Győrben pedig a kórház egyik épületének tetejét bontotta meg a szél. Egyelőre még megbecsülni sem lehet, hogy mekkora károkat okozott a vihar. Székelyföldön még jelenleg is helyenként 70-80 km/órás sebességgel tombol a szél. Gyergyó térségében több hektárnyi erdőt tarolt le a vihar, köztük a Nagyhagymás Nemzeti Parkhoz tartozó védett területeken is. Az erdészek becslése szerint 50 ezer köbméternyi fa dőlhetett ki. Úgy számolnak, hogy ez nagyjából 35 ezer darab fát jelent. Nagy része a területnek megközelíthetetlen, de hozzávetőlegesen 50 ezer köbméter fa a becsült kár annyiban kitörve, illetve kidőlve a Nemzeti Parknak ezen a részén. Még a Balánbánya, tehát Hargita megye, Balánbánya részén még nem történt általunk ilyen becslés, azt is hamarosan, hogy az idő engedi, azt is majd megszervezzük. Két levélbomba rombadt fel egymás után ma reggel Hollandiában, az első Amsterdamban egy bank postázójában, a második fél órával később egy német határ közelében lévő városban, szintén egy cég levélelosztójában. Egyik robbanásban sem sérült meg senki. Egyelőre nem tudni, hogy a két levélbomba összefügg egymással, és hogy összefügg-e azzal a levélbomba sorozattal, amelyek januárban érkeztek a legkülönbözőbb cégekhez. Az első levélbomba reggel 8 órakor robbant Amsterdamban, a holland ABN AMRO bank egyik postázójában. Az egyik dolgozó kibontott egy levelet, mire a csomag sziszegő hangot hallatott. Elhajította a levelet, történt egy kisebb robbanás, de szerencsére senki nem sérült meg, mondja ez az amsterdami rendőr. Alig kezdődött el a helyszínelés, egy második levélbomba is felrobbant 200 kilométerre az elsőtől, Kerkrade nevű városban. Itt is egy cég postázójában. Fél kilenc körül a mögöttem lévő épületben dolgozó alkalmazottak egy postai küldeményt kaptak, amely sziszegő hangot hallatott, majd felrobbant. Az alkalmazottak elhagyták az épületet. Szerencsére senki nem sérült meg, mondja a másik rendőr. A cég egy nyomtatókat és fénymásolókat gyártó japán vállalat holland irodája. A rendőrök egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy a két célpont összefügg-e egymással, és ugyanaz a személy adta-e postára mindkét levélbombát. Januárban valóságos levélbomba sorozat érkezett holland cégekhez. A címzetek között volt szálloda, benzinkút, autószerelő, ingatlanügynökség és behajtó cég. Akkor sem sérült meg senki. Azok mellé érkezett kísérő levél is, de a rendőrök nem hozták nyilvánosságra a tartalmát. A sajtó szerint a januári levélbombákat ugyanaz a személy küldte szét. A rendőrök egyelőre arról sem árultak el semmit, hogy a mai két újabb levélbomba bármilyen módon összefügg-e a januári levélbomba sorozattal. Megszavazta az olasz baloldali kormánytöbbség Matteo Salvini mentelmi jogának felfüggesztését a római szenátusban. A jobb közép pártszövetséget vezető korábbi belügyminiszter kijelentette, kész bíróság előtt megvédeni magát, amiért a határok védelmével teljesítette hivatali kötelességét. Matteo Salvini ellen azért indított eljárást az ügyészség, mert tavaly nyáron napokig nem engedte kikötni az olasz parti őrség egyik hajóját, amely 131 migránst vett a fedélzetre.
helyzetére. Az ügyészség szerint Salvini visszaélt hivatali hatalmával. A Liga elnöke szerint azonban politikai bosszúhadjáratot folytat ellene a baloldal. Úgy vélem, hogy mindent kizárólag az olasz nép, a gyermekeim és a legálisan itt tartózkodó bevándorlók érdekében tettem. Büszke vagyok arra, hogy több ezer életet mentettünk meg. Emlékszem arra, hogy a korábbi kormányok idején a földközi tenger 15 ezer ember hullámsírjává vált. Mi életeket mentettünk, helyreállítottuk a rendet és a biztonságot, és Olaszország ismét kulcsszereplővé vált Európában. Sajnálom, hogy vannak olyan baloldaliak, akik bíróságban úton akarják ellehetetleníteni az ellenfeleiket. Magyarországon virágzik és reneszánszát éli a zsidó kultúra. A zsidó emberek biztonságban érzik magukat és ápolják az örökségüket, jelentette ki Hidvégi Balázs, a Fidesz EP képviselője az Európai Parlament antiszemitizmusról tartott vitájában. A politikus elmondta, hazánkban teljes társadalmi és politikai egyetértés van arról, hogy az antiszemitizmussal szemben csak a zéró tolerancia elfogadható. Ezzel szemben Nyugat-Európában nő a zsidó emberekkel szembeni támadások és erőszakos cselekmények száma. A brüsszeli Zsidó Múzeum kamerái rögzítették, amikor Medine Mus 2014 márciusában gépfegyverrel berontott az intézménybe és lőni kezdett. A merénylet a zsidó közösség ellen irányult, négyen haltak meg. Ez volt az első olyan terrortámadás Európában, amelyet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet magára vállalt. Azóta egymást érik az antiszemita támadások Nyugat-Európában. 2015-ben egy koppenhágai zsinagógát ért fegyveres támadás, két évvel később pedig egy göteborgi zsinagógára dobtak molotov koktélokat. Franciaországban zsidó élelmiszerboltokat vettek célba, volt ahova fegyverrel rontottak be, egy másikat felgyújtottak. Egy éve zsidó sírokat gyaláztak meg, horogkeresztet festettek rájuk. Németországban leginkább az iskolákban történnek atrocitások. 2018-ban szolidaritási demonstrációt tartottak Berlinben a német zsidó közösség védelmében. Kipát viselők ezrei vonultak utcára, miután egy zsidó származású tinédzserre támadt egy migráns a német fővárosban. A fiatal férfi az övével ütötte, és közben arabul azt kiabálta, zsidó, zsidó. Az Európai Parlamentben estébe nyúlóan vitáztak a képviselők az antiszemitizmusról kedden Strasbourgban. Nikolina Brinyák a soros horvát elnökség nevében arról beszélt, a felelősség mindannyiunké. Politikusoké, tanároké, tisztviselőké, diákoké, szülőké, bíróké, ügyészeké, hogy ne hunjunk szemet, ha egyértelmű, hogy diszkrimináció vagy gyűlölet egy bűncselekmény forrása. Az Európai Bizottság alelnöke szerint a gyűlölet és a félelem az elmúlt években általánossá vált Európában. A bizottság kezdeményezett egy kódexet az internetes gyűlöletbeszéd ellen, amely mellett a legnagyobb közösségi felületek elkötelezték magukat, mondta Vera Jurova. A holland szocialista képviselő, Kati Piri a magyar kormány egyik kritikusa, most is arra használta fel a vitát, hogy a kabinetet bírálja. Nem tűrhetjük, hogy a populizmus, a nacionalizmus és az előítélet a politika fősodrába kerülhessen és elfogadottá váljon. Nem engedhetjük, hogy a szélsőjobboldali pártok, mint a német AfD vagy a magyarországi Fidesz, vagy az Olasz Liga meghatározó szerepet kapjanak a nyilvános vitáinkban, fogalmazott Kati Piri. Magyarországon teljes társadalmi és politikai egyetértés van arról, hogy az antiszemitizmussal szemben csak a zéró tolerancia elfogadható. Erre hívta fel a képviselők figyelmét a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hidvégi Balázs rámutatott, hogy míg Magyarországon biztonságban élnek a zsidók, addig Nyugat-Európában nő az antiszemita esetek száma. Ennek az egyértelmű oka a megnövekedett illegális migráció Európába, gyakorlatilag a Közel-Kelet konfliktusait importálja be, hozza be Európa saját berkein belülre, akkor, amikor tömegesen enged be muzulmán bevándorlókat, akik aztán sokszor zsidó emberekre támadnak Nyugat-Európában. Ezzel ellen is tenni kell, tehát ez is egy indok arra, hogy nem szabad megengedni az illegális migrációt az Európai Unióba. Az Európai Bizottság felmérése szerint az európai zsidók 89%-a úgy érzi, hogy az antiszemitizmus az elmúlt 5 évben nőtt jelentősen.
A kormány azt kéri a kúriától, hogy minél hamarabb hozzon döntést a Gyöngyös-Patai ügyben. Rétvári Bence azt mondta, úgy érzik, hogy a tankerület és az önkormányzat részéről számtalan olyan indítvány volt, amelyeket nem kellő mértékben vizsgált meg a bíróság. Az államtitkár hozzátette, hogy az sem teljesen egyértelmű, hogy pontosan milyen kár érte a diákokat. Közben a pestisrácok.hu megtudta egy rendőrségi határozatból, hogy megúszták a börtönt a gyöngyöspatai tanárverések elkövetői, mert a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette tavaly ősszel elévült. Nem kellő mértékben vizsgált meg a bíróság sem első, sem másodfokon. A gyöngyöspatai elkülönített oktatás miatt indult jogi eljárásban számtalan olyan indítványt tettek az alperesek, amelyet nem kellő mértékben vizsgált a bíróság, közölte Rétvári Bence. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint nem volt bizonyított többek között a károkozás mértéke sem. A tankerület és az önkormányzat közös jogi képviselője ezért sürgősségi kérelemmel fordul a kúriához a folyamatban lévő felülvizsgálati beadvány felgyorsítása érdekében. Sokszor a felperesek vagy a felperes törvényesek képviselői nem tudták pontosan megmondani, és nem emlékeztek pontosan olyan tényekre, hogy mikor kezdték, vagy mikor fejezték be a tanulmányaikat, hogy milyen jelű A, B vagy C, milyen jelű osztályba jártak. Úgyhogy ezek mind olyan felmerült tények és indítványok voltak a bírósági eljárásban, amelyekre sem első, sem másodfokon nem tértek ki, és bízunk benne, hogy a kúria döntése talán ebben nyugvópontra vihetni az ügyet. A debreceni ítélőtábla szeptemberben 100 millió forintos kártérítést ítélt meg 60 szegregációban érintett diáknak. Mindent megadunk, de pénzt nem adhatunk. Orbán Viktor miniszterelnök provokációnak nevezte a történteket, de jelezte, természetben minden segítséget megadnak az elkülönítésben érintett diákoknak és szüleiknek a felzárkóztatáshoz. Ők azonban a képviseletüket ellátó Soros György által támogatott esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány utasításait követik. Csak pénzt fogadnak el, és többen keveslik is a megítélt összeget. Én nem örülök annyira ennek a kártérítésnek, én ezt nagyon csekély összegnek tartom. Közben kiderült, az iskolában uralkodó állapotok miatt a nem roma származású diákok tömegesen mentek át a környező települések tanintézményeibe, és sorra mondtak fel a tanárok is. Minősíthetetlen hangon beszéltek velünk, volt fizikai bántalmazás is az elmúlt másfél évtizedben. Tisztesség ne essék le, f***tak bennünket. Megúszták a börtönt a gyöngyöspatai tanárverések elkövetői elévülés miatt, írta szerdán a pestisrácok.hu. Mindez egy rendőrségi határozatból derült ki. Korábban a gyöngyöspatai iskola tanári kara küldött levelet a Hír TV-nek. Ebben leírták, hogy verbálisan és fizikálisan is bántalmazták őket az iskola tanulói és szüleik is. Volt olyan pedagógus, akinek otthonába kétszer is betörtek, mégsem kapott kártérítést. A tanárverések gyanújával nemrég egy magánszemély tett feljelentést, erre reagált most a rendőrség. Mint írták, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja is fennáll a feljelentés alapján. Eljárást azonban nem indítottak, mert a bűncselekmények elévültek. A szegregációs perekben eljáró bíróságok ugyan tehettek volna feljelentést, de ezt elmulasztották. Gyöngyöspata a Fidesz-KDNP kihelyezett Balatonfüredi frakció szövetségi ülésén is téma lesz. Úgy tudjuk, javaslat hangzik majd el arra, hogy a felzárkóztató pedagógia ne minősüljön szegregációnak, illetve hogy az iskolai erőszak minden formáját fel kell számolni. Kétnapos frakcióülés tart át a Fidesz Balatonfüreden. A tanácskozáson felszólal Orbán Viktor miniszterelnök, aki a kormány előtt álló feladatokról tájékoztatja a képviselőket. A párt közleménye szerint több olyan témáról is tárgyalnak, amelyek, ahogy fogalmaznak, sértik az emberek igazságérzetét. Ilyen a milliárdos iparággá vált börtönbiznisz, a feltételes szabadságra bocsátás szigorítása, ami a győri gyermekgyilkossággal kapcsolatban merült fel, és a gyöngyöspatai romák kártérítésével összefüggő kérdés. Emellett a röszkei áttörési kísérlet kapcsán napirendre kerülnek a bevándorlással és a határvédelemmel kapcsolatos feladatok is. Megvan a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny idei útvonala, a híradó végén a sporthírekben mutatjuk is. Előtte azonban lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Évtizedes rekordot dönthet a házasságok száma, a családpolitika támogatja a fiatalok közös életkezdését. Népszerű a kormány által támogatott külföldi nyelvtanulás, már 90 000 diák regisztrált a kéthetes programokra.
A baloldali kormányok idején kezdődött el Kaleta Gábor diplomata karrierje. A gyerekpornográfiával gyanúsított volt perui nagykövet a szocialista Medgyesi kormány idején került a külügyminisztériumba. A Gyurcsány kormány alatt pedig már konzul volt Los Angelesbe. Későbbi kinevezését pedig egyhangulag fogadták el, vagyis a balliberális pártok képviselői is megszavazták. Az amerikaiak kérése volt, hogy Kaleta Gábor magyar nagykövet elfogását a minisztérium ne hozza nyilvánosságra, mert a nemzetközi nyomozás érdekei ezt kívánták. Erről írt az Index külügyi forrásra hivatkozva. A portálnak név nélkül nyilatkozó biztonsági források megerősítették azt is, hogy az álhírekkel ellentétben nem a TEK, nem is a rendőrség, hanem az információs hivatal, azaz a titkos szolgálat munkatársai kísérték haza a nagykövetet. Az ellenzéki sajtó és a baloldali politikusok mégis napok óta azzal próbálják félrevezetni a közvéleményt, hogy a kormány és a külügyi tárca eltusolja a volt perui nagykövet ügyét. Kaleta Gábort azért bocsátották el és fosztották meg nagyköveti címétől, mert a gyanú szerint egy nemzetközi gyermekpornográf hálózat tagja volt. Az ügyészség vádat emelt ellene, úgy tudni a pere márciusban kezdődhet. A Momentum és az MSZP a külügyi bizottság összehívását kezdeményezte. A DK közleményében azt írta, hogy azonnali tájékoztatást várnak a belügyminisztertől és a külügyi tárca vezetőtől arra vonatkozólag, hogy idézem, mióta bújtat pedofilokat a magyar kormány. A több milliárdos költségvetési csalással vádolt Szeglédi Csaba, Gyurcsány Ferenc ügyvédje pedig közösségi oldalán fehér, keresztény, heteroszexuális, pedofil, fideszes nagykövetként emlegette Kaleta Gábort. A politikai hisztériakeltés közepette arra viszont nem térte ki, hogy Kaleta Gábor már a baloldali kormányok idején is konzul volt, sőt akkor indult be a karrierje. A Medgyesi kormány idején 2002-ben az amerikai főosztály referenseként került a külügyminisztériumba. Kaleta Gábor 2006-tól a Gyurcsány kabinet diplomatájaként Los Angeles-i konzulként szolgált. A 2010-es kormányváltás után kérdéses volt, mi lesz vele, végül a tárcánál maradhatott. 2012-től a külügyminisztérium, majd az igazságügyi minisztérium sajtóosztályát vezette. 2017-ben lett perui nagykövet. Kaleta Gábor kinevezését akkor a baloldal, köztük Mesterházi Attila, Demeter Márta és Gyöngyösi Márton is támogatta. Botránya kirobbanása után a külügy azonnal kirúgta a nagykövetet. Az Index.hu egy magasrangú, név nélkül nyilatkozó külügyi vezetőre hivatkozva úgy fogalmazott, a külügy amúgy sem fedezett volna egy ilyen ügybe keveredett diplomatát. Soros Györgynek minden joga megvan ahhoz, hogy úgy költse el a pénzét az országban, ahogy akarja. Ezt nyilatkozta Jakab Péter, a Jobbik új elnöke, a The Guardiannek. A brit napilapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a Jobbik már nem az a párt, amelyik volt, maga mögött hagyta antiszemita múltját. A The Guardian szerzője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Jobbik pálfordulását fenntartásokkal kell kezelni. Szerinte ugyanis maga Jakab Péter is számtalan alkalommal tett korábban antiszemita kijelentéseket. Ez a Jobbik már nem az a párt, amelyik 5 évvel ezelőtt volt. Ezt mondta Jakab Péter a The Guardiannek. A Jobbik új elnöke a brit napilapnak adott interjújában azt állította, hogy a párt már nem tekinthető szélsőségesnek, és mint mondta, maga mögött hagyta antiszemita botrányokkal terhelt múltját. Jakab Péter az interjúban Soros Györgyöt is szóba hozta, sőt, védelmébe vette a milliárdos spekulánst. A Jobbik újonc elnöke úgy fogalmazott, Soros Györgynek minden joga megvan ahhoz, hogy úgy költse el a pénzét az országban, ahogy akarja. Ha nem tetszik az, amit Soros csinál, nem a tiltás a megoldás, hanem jobb alternatívát kell kínálni, vélekedett Jakab Péter. A pártelnök családja életéről is beszélt az interjúban. Kiemelte, hogy saját dédapja az auschwitzi haláltáborban vesztette életét. A Guardian ennél a résznél felemlegeti Szegedi Csanád ügyét, akiről még a párt radikális időszakában derült ki, hogy anyai ágon zsidó felmenői vannak. A Jobbikos pártvezetés akkor emiatt kirekesztette Szegedi Csanádot, aki végül kilépett a pártból. Ez a fotó már Kulcsár Gergelyről készült, miután beleköpött a dunaparti holokauszt áldozatoknak emléket állító vascipők egyikébe. A politikust most az új elnökség visszahívta megyei közgyűlési tisztségéből. A magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van? Gyöngyösi Márton 2012-ben az országgyűlésben sürgette a zsidó származású kormánytagok nemzetbiztonsági kockázatának vizsgálatát. A politikus jelenleg a Jobbik Európai Parlamenti képviselője.
de számtalan antiszemita megnyilvánulás köthető a Jobbik korábbi elnökeihez is. Vona Gábor 2013-ban például arról beszélt, hogyha kiderülne róla, hogy zsidó származású, lemondaná a Jobbik elnöki tisztségéről. Nem cigányozik a Jobbik, nem buzizik a Jobbik. A későbbi elnök Schneider Tamás is folyamatosan lejárt lemezként jellemezte a pártagok korábbi kirekesztő megnyilvánulásait, csak hogy közben előkerültek újabb szélsőséges nézetekről árulkodó felvételek. Leütöttem egy nőt. Beszólt, hogy náci bűz van. Én meg leütöttem, hogy büdös zsidó. De ilyen igazi, egy ilyen kamposoló rohadó. Egy nyilvánosságra került felvételen a jobbikos Szávai István egy szerinte zsidónő megverésével dicsekedett. Ő azóta is a párt tagja. A Guardian szerzője felhívja a figyelmet arra, hogy a Jobbik pálfordulását fenntartásokkal kell kezelni. Szerinte ugyanis maga Jakab Péter is számtalan alkalommal tett korábban antiszemita kijelentéseket. A lap által megszólaltatott elemző úgy fogalmazott, a Jobbik mostani arculata inkább annak szól, hogy az ellenzéki együttműködés részeként akarnak komolyabb pozíciókat szerezni a 2022-es választáson. Az MSZP a férfiaknak is lehetővé tenni, hogy 40 év szolgálati jogviszony után nyugdíjba mehessenek. A párt szerint a kormány túl merevvé tette a nyugdíjazás feltételeit. A szocialisták csökkentenék a nyugdíjak közötti nagy különbségeket is. Ehhez szükség van a jövedelmi és a járulékfizetési degresszió beállítására, és természetesen ez benne van egyébként az előző évi programunkban is, egy több kulcsos személyi jövedelemadóba gondolkodunk. A Fidesz szerint a baloldal nem szavazta meg a Nők 40 programot sem, amelynek köszönhetően már több mint 270 ezer nő tudott kedvezményesen nyugdíjba menni. Azt is írták, hogy Gyurcsány és a szocialisták elvettek egy havi nyugdíjat, és hagyták elértéktelenedni a nyugdíjakat. A Jobbik szerint elfogadhatatlanok a munkakörülmények a Volán busznál. Mana Tibor azt mondta, a sofőröket túlterhelik és sok az elavult jármű. A Jobbik szerint, ha a kormánynak fontosak a magyarok, akkor legyenek azok a magyar buszvezetők és az utasok is. Felszólítom a kormányt és a Volán busz ZRT-t, hogy a lehető leghamarabb rendezzék a sofőrök munkajogi helyzetét, független ellenőrző szervek bevonásával induljon meg a géppark felülvizsgálata. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Momentum bebizonyította, hogy magyar ellenes párt. Torockai László ezt arra hivatkozva mondta, hogy a baloldali párt politikusai annak a pártnak az elnökével tárgyaltak, amelyik cigány tartományt akar létrehozni 4 észak-magyarországi megyében. A Mi Hazánk szerint a Momentum már korábban is bizonyította nemzetellenességét. Láthattuk azt, hogy a Momentum elnöke román jelöltet támogatott magyar jelölttel szemben Romániában, illetve láthattuk azt, hogy Donát Anna EP képviselő Felvidéken szlovák párt mellett kampányolt, és azt mondta, hogy a felvidéki magyarok legyenek büszke szlovákok. Láthattuk azt is, hogy a kárpátaljai magyarokkal szemben az ukrán nacionalisták oldalára állt. Reneszánszát éli a házasságkötés Magyarországon, ezt mondta Novák Katalin, család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Tavaly november végéig csak nem 62 ezeren kötöttek házasságot, ez 84%-kal több, mint 2010-ben. A kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek akkor és annyi gyermeke születhessen, amikor és amennyit szeretne. Ehhez nyújt segítséget a magyar családtámogatási rendszer. Ez volt a kedvenc pillanatunk az esküvön. Másfél éve mondta ki a boldogító igent Kmetko Siroki Ramóna és férje. Esztergomban tartották az esküvőt. Azóta már gyermekük is született. Az egy családdá tartozás az nagyon fontos számunkra. A közös esemény és azok a pillanatok, amit ilyenkor megélhetünk, az még közösebbé teszi a kettőnk kapcsolatát. Idénre már nagyon sok esküvünk van. Már most nagy a roham az esküvő szervezőknél. Ennél az esztergomi cégnél évente 15-20 esküvőt szerveznek. Már most annyi esküvőt szervezünk, mint tavaly, de ez valószínűleg, hogy még nőni fog, mivel akik szeptemberre tervezik, vagy októberre az esküvőket, azok még csak most állnak neki a szervezésnek. Az adatok is azt mutatják, hogy évről évre folyamatosan nő a házasságkötések száma. Míg 2010-ben 35,5 ezeren mondták ki a boldogító igent, addig 2018-ban már csak nem 51 ezeren. A friss adatok szerint a 2019-es év is rekord lesz. A rendszerváltás óta nem kötöttek annyi a házasságot, mint a tavalyi évben, tehát ez 62 ezer házasságkötést jelent.
reneszánszát éli a házasságkötés Magyarországon. Erről beszélt a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogyha egy fiatal megtalálja a párját, akkor dönthessenek úgy, hogy fiatalon házasságot kötnek és gyermeket vállalnak. Az a célunk Magyarországon, hogy mindenkinek akkor és annyi gyermeke lehessen, amikor és amennyit szeretne. Hogyha fiatalon szeretnének a fiatalok gyermeket vállalni, családot alapítani, tehessék ezt meg. Hogyha nagy családban szeretnének élni, akkor legyen erre lehetőségük. Ezért is folytatunk, vezettük be és bővítünk folyamatosan egy olyan családtámogatási rendszert, amely nemzetközi szinten is egyedülálló. A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke azt mondta, úgy nő a házasságkötések száma, hogy közben a válások száma jelentősen csökken. 2010-ben volt egy trendforduló, és azóta folyamatosan évről évre egyre több házasságot kötnek a magyarok. Látjuk tehát az adatokból is, hogy a magyarok alapvetően házasságpártiak, hisznek a házasság intézményében. Az elmúlt években számos családtámogatási programot indított a kormány. 2015 óta elérhető például az első házasok adókedvezménye, és tavaly július óta a 10 millió forintos babaváró támogatás is, amelyet már több mint 67 ezeren igényeltek. Egymást érik a héten a Házasság Hete mozgalom programjai, több mint 100 településen csak nem 300 programot szerveznek. Az egyik központi eseményen közismert párok meséltek őszintén a házasságról. A rendezvényen részt vett Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége is. A Házasság Hetét 13. alkalommal rendezik meg. A mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság és a család értékeire, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek. Komoly, több mint 60 milliárd forintos iskolafejlesztést indított el a kormány a budapesti agglomerációban. Ennek részeként 4 új iskolát építenek, 12-t pedig bővítenek vagy felújítanak. A beruházásokra azért van szükség, mert az országban a közelmúltban Pest megyében nőtt leginkább a lakosság, a családok száma. A költségvetési pénzből teljesülő program 14 ezer gyereket érint. Irodalomóra a Kismarosi Általános Iskola egyik 8. osztályában. A több évtizede épült iskola, ahogy mondani szokás, kinőtte magát. Amikor megtervezték, úgy számoltak, hogy maximum 150 gyerek jár majd ide. Most viszont 250-en tanulnak a régi intézményben. Olyannyira helyszűkében vannak, hogy a legkisebbek egy konténerben kialakított tanteremben tanulnak írni, olvasni, számolni. De ez a helyzet rövidesen megváltozik. Egy új, a 21. századi követelményeknek megfelelő iskola épül ugyanis a Pest megyei községben. Gyerekek, szülők, pedagógusok alig várják, hogy meglegyen az első kapavágás. Kényelmesen, modern környezetben tanulhatnak majd a diákjaink, lesznek digitális táblával felszerelt tantermek, nyelvi labor, és a mostani tornatermünk helyett is egy modern sportcsarnokot fogunk kapni. Talán erre várnak a leginkább, hiszen a testnevelés órákat most egy bádog épületben tartják, ami télen hideg, nyáron pedig kellemetlenül meleg. 216 tantermes bővítés az, amire sor kerül. A köznevelésért felelős államtitkár egy Pest megyei települések polgármestereivel tartott találkozón bejelentette, hogy várhatóan 2021-től a fővárosi agglomerációban 16 helyszínen komoly iskolafejlesztések lesznek. A beruházásokat az indokolja, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az itt élő családok száma. Összességében 60 milliárd forintnyi beruházásról beszélhetünk. 14 ezer tanulót érint a fejlesztés. 4 esetben teljesen új, különálló iskolaépületről beszélünk, 12 esetben pedig meglévő intézményeknek a jelentős kapacitás bővítéséről. A munkák várhatóan 2021 nyarán indulnak, és az iskolákat 2023-ban adhatják át. A Pest megyei fejlesztések annak a 2014-ben indított kormányprogramnak a részét képezik, amelynek során mintegy 160 köznevelési intézményt már korszerűsítettek. Szombaton éjfélkor lejár a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a jelentkezési határidő. Hívja fel a figyelmet közösségi oldalán közzétett kisfilmben a kormány szóvivő. Szentkirályi Alexandra ebben arról beszél, hogy a kormányzati döntéseknek köszönhetően több hallgató kap esélyt egyetemi vagy főiskolai felvételre, továbbá az ösztöndíjak is emelkedni fognak. A magyar egyetemek egyre jobb helyezést érnek el a világranglistákon, és egyre több intézmény individuális képzést is. 63 intézmény összesen 7600 szakot kínál. A felvételihez egyelőre nincs szükség nyelvvizsgára, viszont pluszpont jár érte.
41 szakon az előző évihez képest jelentősen csökkent a ponthatár. Ez nem jelenti azt, hogy ezzel a pontszámmal már fel is vesznek valakit, a felvételizők közötti rangsor, így a végső, valós felvételi ponthatár az egyéni teljesítmények alapján alakul ki. Már 90 ezer diák jelezte, hogy szeretne részt venni a külföldi nyelvtanulási programban. A fiatalok egyenként 2000 eurót, vagyis több mint 670 ezer forintot kapnak a kéthetes tanulmányi útra, ahol nyelvórákon, kulturális és sportprogramokon vesznek majd részt. Többségük Máltán és Írországban szeretné elvégezni a nyári kurzust. Heti 5 órában tanulják az angol nyelvet a debreceni Tóth Árpád gimnázium 9-esei. Anyanyelvi környezetben is szeretnék megállni a helyüket, ezért többségük él a kormány által nyújtott lehetőséggel, és részt vesz a kéthetes külföldi nyelvtanulási programban. A tankerület úgy kérte, hogy ott különböző családoknál legyünk elszállásolva, ami szerintem sokkal jobb, mintha mondjuk egy kollégiumban lennénk, hiszen így a családdal is többet beszélhetünk, és rá leszünk kényszerítve, hogy angol nyelven beszéljünk. A tanfolyamra 9. és 11. osztályos tanulók jelentkezhetnek. Országszerte mintegy 140 ezren élhetnek a lehetőséggel. Az előzetes felmérések alapján eddig 90 ezren jelezték, hogy szeretnének külföldön nyelvet tanulni. A jelentkezők zöme az angolt választja, de népszerű a német és a francia nyelv is. Írországba fogok menni, és már nagyon várom, hogy megismerhessem az ír kultúrát, illetve fejleszthessem tovább a nyelvtudásomat, mert megszerezném szerezni a C1-es nyelvvizsgát is az idén. A legtöbb diák Írországban és Máltán tölti a kurzust, emellett sokan választják Angliát és Franciaországot is. Azért a két hét az elég sok. Szerintem, és így intenzíven fogjuk tanulni a nyelvet. A fiatalok nyelviskolában tanulhatnak egy héten 30 órát. Minden délelőtt tanórák, délutánonként pedig kulturális és sportprogramok várják őket. A diákjaink számára ez feltétlenül jó lehet, nem csak arra, hogy nyelvvizsgát szerezzenek a későbbiekben, azaz anyanyelvi környezetben tanulják és szélesítsék a tudásukat, akár angolból, akár németből, hanem azért is, mert megismerhetnek egy más kultúrát, aki családokhoz megy, barátokat is szerezhet. A külföldi nyelvtanulási program honlapja december közepén kezdte el működését. Itt a diákok és szüleik láthatják, hogy hova és milyen feltételekkel mehetnek a gyerekek. Érkezhetnek teljesen egyedül és csoportban is a képzésekre. Kiválaszthatják, hogy melyik ország melyik intézményébe szeretnének járni. Jelenleg 300 nyelviskola közül lehet választani, számuk azonban folyamatosan bővül. Pályázni februártól lehet. Amint megnyílt az online felület, a csoportos utazóknak 30, az önállóan érkezőknek 60 napig lesz lehetőségük benyújtani az igényüket. A cél, hogy motiválja a fiatalokat a nyelvtanulásra, és a külföldi kintartózkodás olyan pozitív élményeket biztosítson számukra, amik után, hogyha hazatérnek, legyen kedvük elővenni a nyelvtankönyvet, vagy szavakat tanulni. Emelte ki korábban az M1-en a programért felelős miniszteri biztos. A kormány az idei költségvetésben 35 milliárd forintot szánt arra, hogy a hazai iskola rendszeren kívül külföldön is tanulhassanak a fiatalok. Kéthetes tanulmányára egy diák átlagosan 2000 eurót, azaz több mint 660 ezer forint ösztöndíjat kaphat. 7 milliárd forintból létesít gyárat a Seoul Brain Tatabányán. A dél-koreai vállalat lítiumos akkumulátorokhoz szükséges elektrolitokat gyárt. A beruházáshoz a magyar kormány 425 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette, első ütemben 50 embernek adnak majd munkát, a vállalat azonban további fejlesztéseket tervez. A keleti nyitás stratégiája egyértelműen sikernek bizonyult. A keletről érkezett beruházások egyre nagyobb szerepet játszanak a magyar gazdaságban. A tavalyi esztendőben a Magyarországra érkezett beruházások értékének 48%-át képviselték a keleti nagyvállalatok, és a Magyarországon újonnan létrehozott munkahelyek 32%-a is keleti beruházókhoz köthető.
Külgazdasági szempontból 2019 rekordév volt Magyarországon, soha ennyi beruházási döntés nem született, mint tavaly. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt az év befektetője díjátadó gálán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk az előző évben is kivette a részét az európai gazdasági teljesítményből, méltóképpen képviseljük az Európai Unió növekedési motorjának számító közép-európai régiót. Hozzátette, 2019-ben a kormány 101 külföldi vállalattal tudott beruházási megállapodást kötni. Ez a 101 beruházás összességében 1705 milliárd forintnyi beruházási értéket jelent Magyarországon. 1705 milliárd forint, és ez az 1705 milliárd forint, ez körülbelül 350 milliárd forinttal több, mint 2018-ban volt. Tehát egy óriási rekorddöntés történt. Magyarországra érkező beruházások volumenében soha korábban ennyi beruházási értékről egy esztendő leforgása alatt döntés nem született. Tovább növekedett a kis- és középvállalkozások térnyerése a hazai közbeszerzési piacon, derült ki a közbeszerzési hatóság jelentéséből. Tavaly minden eredményesen lefolytatott 100 közbeszerzési eljárásból 87-et ebbe a szektorba tartozó vállalkozások vittek el, mondta a közbeszerzési hatóság elnöke. Hozzátette, az átláthatóság tovább erősödött. Mi hiszünk abban, hogy az előkészítés, ha jól megy, akkor a közbeszerzési eljárásokban a jogszerűség is növekszik. Hiszünk abban, hogyha prevencióval segítünk az ajánlatkérőknek, olyan kérdésekben, amelyben nem tudnak pontosan eligazodni a jogalkalmazásba, akkor a jogkövető magatartás is növekszik, és erre törekszünk egész évben. Magyarország és Flandria is egy erős Európai Unióban érdekelt, erről Szijjártó Péter beszélt, miután tárgyalt a flamand miniszterelnökkel. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, olyan nemzetekre van szükség, amelyek megőrzik az identitásukat, büszkék kulturális, történelmi és vallási örökségükre. Hozzátette, egyetértettek abban, hogy elsődleges fontosságú a külső határok védelme, továbbá abban is, hogy mindkét fél a szabad világkereskedelemben érdekelt. A flamand miniszter elnököt Orbán Viktor kormányfő is fogadta a Karmelita kolostorban. Flandria a világkereskedelem egyik logisztikai központja, emellett pedig a világon az 5 leginnovatívabb tudásbázis közé tartozik. Tehát annak a magyar gazdaságnak, amely a világgazdaságban mélyen integrált, és amely éppen most megy át egy dimenzióváltáson, különös jelentőséggel bír Flandriával való jó együttműködés. Az európai őshonos nemzetek megőrizhessék identitásukat. Ezt szeretné elérni a Székely Nemzeti Tanács a nemzeti régiók védelmében indított aláírás gyűjtésével. Céljuk, hogy célzott támogatást kapjanak az Uniótól. Szerintük mindenki nyerne a nemzeti régiók sikerével. Ehhez május 7-éig 1 millió aláírást kell összegyűjteniük. Az Erdélyi Magyar Néppárt is csatlakozott a kezdeményezéshez. Trianon 100. évfordulóján nem állhatunk ki a magyar közösség elé azzal, hogy egy ilyen fontos kezdeményezést a Kárpát-medencében nem tudtunk sikerre vinni, hiszen ez nem csak ránk nézve lenne katasztrofális hatású, hanem az utódállamok szempontjából is ütőkártya lenne. Több mint 70 millió forint értékű kábítószert foglaltak le a rendőrök Fóton egy holland állampolgárságú, de török férfi és magyar élettársa otthonában. Eredetileg fegyvert kerestek, de a házkutatásnál kutya segítségével megtalálták a drogot is. 11 kilónyi marihuánát, mint egy 7500 darab ecstasy tablettát, 2 kg amfetamint és több mint 1 kilónyi kokaint találtak. A rendőrség egy névtelen bejelentés alapján kezdett el nyomozni. Egy a fóti lakásukban engedély nélkül tartott pisztoly miatt akartak elszámoltatni egy holland állampolgárságú török férfit és élettársát a rendőrök vasárnap este a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A házkutatásra a robbanóanyag kereső kutya mellett a biztonság kedvéért egy kábítószer kereső kutyát is vittek magukkal. Mindkét kutya jól végezte a dolgát, a robbanószer kereső kutya fegyver jelenlétét mutatta az egyik szobában egy ágyon, illetve a kábítószer kereső kutya több pozícióban adott jelzést kábítószer jelenlétére.
A házban talált pisztoly mellett 16 kiló, több mint 70 millió forint fekete piaci értékű kábítószer is előkerült a házkutatásnál. A későbbi vagyonelkobzás fedezetére a rendőrök 60 millió forint értékben készpénzt és személyautókat is lefoglaltak. A külföldi állampolgárságú férfit jelentős mennyiség elkövetett kábítószerkereskedelem büntetével és emellett lőfegyverrel visszaélés büntetével gyanúsította meg a nyomozóhatóság, a bíróság pedig az ügyészi indítványnak helyt adva elrendelte a letartóztatását, míg társa szabadlábon védekezik. A nyomozók megvizsgálják, hogy a férfi magyar élettársának milyen szerepe volt az ügyben. A holland-török férfi halmazati büntetésül akár életfogytiglant is kaphat. A harmadik fordulóval folytatódik szombaton a Dal 2020, újabb 10 produkciót láthat a közönség. A műsor ezúttal is este 7:30-kor kezdődik a Dunán. Az, hogy melyik lesz az év magyar slágere, a március 7-i döntőben derül majd ki. A fődíj 75 millió forint, amellyel a győztes tovább építheti majd zenei karrierjét. És hamarosan kezdődik a kulturális híradó az M5-ön, itt van Néveri Igor, és már mondja is a részleteket. Szervusz, jó estét kívánok, hát akkor mondom is. Ízelítőt adunk a kolozsvári Magyar Opera legújabb bemutatójából, és kiderül, milyen programokkal startol a Teátrum Neked című fesztivál. Mutatjuk, hogyan jelenítik meg fények és rétegek találkozását a fiatal üvegművészek Szentendrén, és hogy milyen statisztikákat mutatnak idén a hazai házasságkötések. Az Ez itt a kérdésben pedig a házasság hetéhez kapcsolódva arra keressük a választ vendégeinkkel, hogy hogyan lehet csapatjáték a szerelem, és hogyan lehet azt folyamatosan megújítani. Szóval tartsanak velünk, pár perc és kezdünk. Néveri Igor, köszönjük szépen!